Ugyanezt a témát folytatjuk, csak nagyon más perspektívából. Hegyi Zsolt a következő vendégünk, a MÁV Start szolgáltatásfejlesztés és értékesítési vezérigazgató helyettese. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Az önök szempontjából a tegnapi tarifa és bérlet változással kapcsolatos bejelentés az mit akar? Először beszéljünk a közönség szempontjából, hogy nekik azért többségében elmondható, hogy jobb lesz-e ez a helyzet, mínusz a helyközi bérletek megszüntetése, és aztán beszéljünk a MÁV-ról is, hogy mennyire látják a számokat, hogy ezek a módosítások mivel járnak. Ugye az, hogy a helyközi tarifarendszer legyen egy kicsit egyszerűbb, az egy ilyen nagyon régi társadalmi igény, a közbeszédben nagyon régóta szerepel az, hogy van egy nagyon bürokratikus, nagyon átláthatatlan tarifarendszerünk, amiben van 40-60-100 kedvezmény jogcím, ezt ilyen vérmérséklettől függően szokták az egyes szereplők idézni. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy ma már ott tartunk, hogy nagyjából az utasainknak a 60-70%-a olyan módon veszi egyet, hogy nem találkozik szakemberrel, tehát automatából, vagy az interneten, vagy az applikációból. Tehát olyan díjszabást és olyan tarifát kellett alkotnunk, ami alkalmas arra, hogyha én egymagam próbálok túlesni a jegyvásárlásnak a viszontagságain, akkor persze, minél kevesebb kérdés, minél kevesebb igazoló dokumentum, minél kevesebb adat megadása, és ez a lehető legegyszerűbb legyen. Ez az egyik oldala, a másik pedig, hogy nagyon szerettük volna végre azt elérni, és ezzel a lépéssel el fogjuk érni, hogy az autóbuszos meg a vasúti díjszabás teljesen ugyanolyan legyen. Eddig se voltak olyan nagyon eltérőek azért, de nem voltak egyformák, ez mindenféle problémához vezetett, de egységes közösségi közlekedési hálózatról fogunk tudni majd beszélni attól a pillanattól kezdve, amikor a tarifák teljesen ugyanolyanok lesznek. És akkor az érem másik oldala, hogy voltak előzetes számítások arra vonatkozóan, hogy ez a módosítás hogyan befolyásolja majd a MÁV bevételeit? Voltak természetesen, hiszen ennélkül nem lehet javaslatokat tenni, vagy döntés előkészítést végezni. Ennek a változásnak az egyenlegéről azt szoktuk mondani, hogy nagyjából ilyen plusz nullás, tehát érdemben nem változtatja meg a helyközi szolgáltatóknak, se a MÁV Startnak, se a HÉV-nek, se a Volánnak a bevételi szintjét. Ugye említettem a helyközi bérletek megszüntetésének a kérdését, ugye tegnap bejárt a sajtót Vitézi Dávid elemzése ezzel kapcsolatban, aki ugye azt a példát mondta, hogy ha valaki agglomerációból, nagyváros környékéről 5 kilométeren belül szeretne ingázni, akkor ő eddig 5940 forintos bérletet vásárolt, és most 9450 forintos havi bérletet kényszerül vásárolni. Ez azért egy 59%-os emelkedés. Nagyon érdekes egyébként az utasoknak a viselkedése, vagy a fogyasztói szokása, mióta megjelent a Vármegyei és Országbérlet. Ugye a Vármegyei és Országbérleteknél léteztek, és ma is léteznek még olcsóbb bérletek, ez az 5 kilométeres, ez egy tipikus példája ennek a dolognak. Mióta Vármegye bérlet egyébként létezik, azóta az 5 kilométeres bérleteknek a fele eltűnt. Hát az embereknek, akik eddig 5 kilométerest váltottak, mondjuk tavalyig, azoknak a fele már áttért Vármegye és Országbérletre. Ennek egyébként alapvetően két oka van, egyrészt sokkal több szolgáltást tudnak a bérlettel igénybe venni, másrészt az 5 kilométeres körben nagyon magas a diákoknak az aránya, akik ugye 595 helyet fizetnek 945-öt, hogyha 5 kilométeresről Vármegye bérletre váltanak. Ami ebben további érdekesség az, hogy az 5 kilométeres körben utazó diákoknak a többsége pedig általános iskolás, ami azt jelenti, hogy 14 éven aluli. Hát ami távolról 59% emelkedésnek tűnik, az valójában 100% csökkenés lesz az érintetteknek a legnagyobb részénél, hiszen gyakorlatilag nem is kell majd semmilyen bérletet váltaniuk. Az egész bejelentés hátterében nyilván kimondva az a cél volt, hogy minél többen használják a közösségi közlekedés különböző formáit, és mindezt idővel minél minőségibb formában tehessék, viszont hogyha egy picit évet értékelünk 23-ra visszatekintve, akkor azért több MÁV-val kapcsolatos, hát finoman szóval anomáliáról adtunk hírt a múlt évből, ami pont nem arról szólt, hogy bár jók ezek a bérletkonstrukciók, egyszerűek, sokan szeretik őket, de a kiszámíthatatlanság azért mégis sokakat elijeszt a közösségi közlekedésről. Itt ugye az egyes vonal felújítása volt az egyik fő kérdés, és a fő vita is ugye Lázár János meg a MÁV között. Ez a módosítás, illetve az elmúlt évek tapasztalatai most egy picit ezt a konfliktust kisimították? Mert itt azért nagyon durva üzengetések voltak a Lázár János és a MÁV vezetősége között. Hát ugye ha onnan nézem, hogy 2023-ban minden eddiginél, mióta MÁV Start létezik, azóta 2023-ban szállítottuk el a legtöbb utast, ami azt jelenti, hogy ez nagyjából az előzetes számítások szerint majd végleges egy-két hónap múlva lesz, amikor minden számítási folyamat a végére ér, de körülbelül ez azt jelenti, hogy 160-170 millió felszállás történt, ennyi utazás történt a MÁV Start járatain 2023-ban, 2022-ben ez 130 millió volt, és a pandémia előtt is nagyjából 135 millió volt.
Ez az egyik oldala, a másik oldala pedig, hogy soha ennyi pénzt az utasok nem hagytak a kasszánkban, mint 2023-ban. Nagyjából, amit utasoktól szedtünk be meddig bevételt, az a 70 milliárd forintos szintet el fogja érni, ez sem történt meg még a MÁV Start életében sohasem. Hát, hogyha csak ezeket az adatokat nézem, akkor azért az a jó hír megvan, hogy az utasok elkötelezettek a közösségi közlekedés mellett, és elkötelezettek a vasúti közlekedés mellett, szívesen választják ezt a szolgáltatást, és szívesen fizetik meg az árát. Ez egy jó hír. A másik oldalon, amit nyilván mindenki tud, és ami egy probléma, amivel küzd a Magyar Vasút évtizedek óta, az, hogy vannak nagyon nehéz műszaki körülmények, amik a szolgáltatás minőségi ellátását, tehát enyhén szólva is akadályozzák. Ugye ismerjük a pályaállapotokkal kapcsolatos problémákat, de ismerünk jármű problémákat is, járműhiányokat, régi járműveket, vagy a járművek nem megfelelő szolgáltatási készségét, tehát mondjuk azt, hogy utaskomfort állapotát. Ugye ebből kitörni, ebből a szituációból, azzal a módon lehet, ahogy ezt a kormányzat tervezi, ugye egy ilyen 10 éves fejlesztési program keretében. Hát jó, de ugye ehhez képest azért komoly kritika volt a minisztériummal szemben, hogy még olyan beruházásokat is lefújtak, amelyek mögött lett volna uniós finanszírozás. Például a nyugati pályaudvar kívülről csili-vili és gyönyörű, de nagyon fontos belső felújítások nem történtek meg, ami nem csak Budapest meg az agglomeráció szempontjából fontos, hanem szerte az országban, hogyha valahol leszakad egy felső vezeték, az dominószerűen végigmegy az egész rendszeren. Ez kétségtelen. Ez nem a kormányzati elkötelezettséget mutatja leginkább. Hát a kormányzati elkötelezettség azt gondolom, hogy abból a szempontból jól lemérhető, hogy Magyarországon azért az elmúlt 10 évben semmit sem változtak a tarifákhoz, az infláció mégiscsak volt. Egyik oldalról, másik oldalról egyébként csak az elmúlt 5 évben nagyjából 15%-kal több vonat közlekedik, mint amennyi közlekedett korábban. Tehát mind az árak tekintetében, mind a kínálat tekintetében van egy folyamatos elköteleződés, nem beszélve arról. Viszont voltak vonalbezárások. Ugye voltak ezek az úgynevezett módváltott ügyek, amikor arról kellett dönteni, hogy olyan műszaki körülmények között, amikor nem volt a vasúti közlekedés tovább folytatható, akkor mi a jó megoldás? Takarózni azzal, hogy pótlójáratot indítunk, amikor nem sikerül a vonatot kiállítani, vagy fölvállalni azt, hogy az utasok érdekében, akik ott minden nap utaznak, ezeket az autóbuszokat rendszeresíteni addig, ameddig nem tud végleges döntés születni arról, hogy mi legyen a mellékvonalaknak a jövője. Szóval, hogy azt mondja, hogy jobban látszik a kormányzati elkötelezettség, hogy nem emelkedtek a tarifák, de ez azért még kevés lesz ahhoz, hogy ez egy európai színvonalú vasúti. Abszolút kevés ahhoz, hogy európai színvonalú vasúti szolgáltatás legyen, ezért döntött a kormány arról, hogy egy 10 éves fejlesztési program keretében kell tovább menni. De ebből a számokat is látják? Mit ért számok alatt? Hát mondjuk, hogy ugye nagyjából azt mondják, hogy 5-6 ezer milliárd forint hiányzik a felújításokhoz. Így van. Mondjuk kezdjük azzal az első számmal, ami az egyes vonal felújítása volt, amire azt mondta önöknek Lázár János, hogy ha nem tudják megoldani, akkor lehet venni a kalapot meg a kabátot, aztán ment is a gazdasági vezérigazgató helyettes, nem feltétlenül önszántából. Ezt a pénzt megkapta már a MÁV? Ebben a MÁV és a kormányzat között persze megszületett a megállapodás, ezt a MÁV hatékonyságnöveléssel sikerült kigazdálkodni. Magyarán nem kapta meg. Kigazdálkodta, tehát a pénz megvan. Na jó, de arról volt szó, hogy az állam majd ezt utólag finanszírozza, és nem kapta meg. Mindig az állam finanszírozza már összes költségét. Tehát, hogyha csak önöknek kellett meghúzni a nadrágszíjat, és nem kaptak plusz forrást a felújításhoz, ha jól értem. Hát ha a MÁV Startot nézi, akkor ugye nagyjából úgy nézünk ki, hogy az utasoktól beszedünk 70 milliárd forintot, a magyar állam meg rákölt 350 milliárd forintot erre egy évben. Hát mondjuk azt, hogy a magyar állam pénzügyileg nem rendezi a MÁV-nak a sorsát, azt a vádat azért nehéz velük szemben megfogalmazni. De akkor ezek szerint a további felújításokat is majd belső nadrágszíj meghúzással nem, kell nem megoldani? Nem is lehet. Tehát nem olyan volumenű felújításokat kell megtennünk, amik ilyen nadrágszíj meghúzásos technikával finanszírozhatóak. Mi lesz ennek az évnek a legfontosabb felújítása? 2024-es felújítások tekintetében nem született még végleges döntés. Mi kellene, hogy legyen mondjuk a szakmai szempontok szerint? Hát ha körbenéz az országban, akkor sajnos el tudjuk mondani, hogy 50% a vasúti pályának ugye sebességkorlátozásokkal terhel, tehát gyakorlatilag bármerre fordulok, találok egy sürgős feladatot. Ebben kell egy prioritást felállítani. Nem ambivalens az, hogy azt mondja, hogy elkötelezett a kormány és a minisztérium, és még mindig nincs megállapodás január 10-én az éves felújításokról? Hát azt gondolom, hogy nem. Ezek azok a működési körülmények, ahogy előre tudunk menni. A legfontosabb az, hogy a szolgáltást tudjuk biztosítani, és ennek mind menetrendi, mind tarifáris oldaláról meg tudunk felelni. Tehát az, hogy ma vagy holnap tudnak az utasok utazni, ez rendben van, és a következő az, hogy a jövőt biztosítsuk, ez egy lépéssel utazik. Szurkolnak a nézőink és az utasok ezért. Köszönjük szépen. Boldog új évet, köszönjük szépen. Köszönöm szépen.